Így zajlottak az előkészületek a zámai közösségi házban. Nagy napra készültek a településen, ugyanis a Giro d'Italia mezőnye érkezik majd meg a községbe pénteken délután. A versenyre való tekintettel lezárják 11.40 és délután 5 óra között a 81-23-as főutat Csákvár irányába. Ez egy olyan esemény, ami még a település életében soha nem történt meg. Első és reméljük, hogy majdan visszatérő alkalom. Így abban a művelődési házban, ami itt éppen mellettem látható, ahol még menekültek voltak az elmúlt hónapban, most éppen a dekorációk készülnek. A sportolók igazán színes útvonalának számít majd Zámoly, több ponton találkozhatnak majd rózsaszín biciklikkel, az eseményt hirdető zászlókkal és egyéb díszekkel. A készülődésbe egyébként bárki bekapcsolódhat majd, várják a lakosok segítségét. Ez mindenképpen egy ilyen közösségi esemény szeretett volna lenni, és az is. Ma délután például lesz egy jó kis lufi fújó bulink, több lakos is szeretne becsatlakozni, és erre lehetőségük is lesz. Munka után lehet jönni a faluházba, és rengeteg lufit fogunk, rózsaszín lufit felfújni, illetve ami még maradt, a táblák kihelyezésében lehet majd segítkezni. A települést megelőző szakaszon Székesfehérváron táblák segítik a biciklisek tájékozódását. A Giro d'Italia mezőnye várhatóan 3:42-kor éri el városunkat, és a Béla úton haladva, a Berényi úton keresztül, a Szegfüggőlev utcán át, itt a bíróság előtt fordulnak át el a Móri útra, és a Havranek József utcán keresztül hagyják el a város Zámoly irányába. Az érintett szakaszokon teljes útlezárások várhatóak egészen 3:43-ig. Elindulás előtt mindenképpen érdemes lesz majd tájékozódni a korlátozásokat illetően.